A támogatott lakhatás ellátási forma fő célja az ellátottak minél teljesebb társadalmi integrációjának elérése. Ez egy olyan lehetőség, amely során bentlakásos formában szociális ellátást kaphatnak az érintettek, de az önállóságukat is megtarthatják. Az előírások szerint egy lakásban legfeljebb 12 fő élhet. A támogatott lakhatásnak a feltétele, ugye egyrészt a jogszabály pontosan meghatározza, hogy pszichiátriai betegek részére lehet létrehozni, fogyatékosok részére lehet létrehozni, illetve szenvedélybetegek részére lehet létrehozni. Az Élim Evangélikus Szeretet Otthonnak a specialitása a fogyatékosok ellátása. Az Élim 1920 óta működik, idén leszünk 100 évesek, és ezt az ellátási formát, a támogatott lakhatást 2018-ban indítottuk először 4 férőhelyel, illetve tavaly sikerült egy 12 férőhelyes támogatott lakhatást létrehozni Nyíregyháza belvárosában. A bekerülés feltétele egy fogyatékossági alapvizsgálat és egy komplex szükségletfelmérés. Ez alapján biztosítja az intézmény azokat a szolgáltatásokat, amelyek a bent élők önállóságának minél nagyobb eléréséhez szükségesek. Mindenben segítséget kap az ott dolgozó szociális szakemberektől, egyfajta kísérő támogatást, segítséget abban, hogy hogyan kell a pénzét beosztani, segítséget abban, hogy hogyan intézze el az, hogy a munkába járását, a gyógyszerbeszerzés, de aki fel tudja önállóan iratni, ezekre meghagyjuk az önállóságukat mindenben. Csak annyit segítünk, amire nem képes. A nyíregyházi önkormányzat is több eszközzel segíti a fogyatékkal élők lakhatását. A Szivárvány Idősek Otthonában egy 30 férőhelyes bentlakásos otthont működtetnek számukra. Itt egy ellátási szerződés keretében a Református Egyház biztosítja az ellátást. Ezen túl azok a támogatási formák, amelyek bármely nyíregyházi számára elérhetőek, tehát lakbér támogatás, lakbér hozzájárulás vagy lakásfenntartási támogatás, ez mindenképpen a fogyatékos személyek számára is elérhető és segít a számukra. Természetesen ilyen esetben a támogatási formákat össze kell illeszteni, mert hogyha valakinek egy bentlakásos intézményben nem merül fel resi költség, akkor nyilván ezt nem tudjuk támogatni. Tehát nagyon fontos a támogatási formák illesztése. De említhetném a gyógyszertámogatásunkat, a méltányossági ápolási díjat. Tehát nagyon széles skálán mozog az az eszközrendszer, amely az önkormányzat közvetlenül vagy közvetetten tudja a fogyatékos személyeknek a lakhatását támogatni és segíteni. Az országos fogyatékosügyi program azért is fontos, mert a 2011-es népszámlálási adatok alapján a magyar lakosság közel 5%-a vallotta magát fogyatékos személynek, de nemzetközi vizsgálatok alapján a népesség 10%-a valamilyen fogyatékossága, vagyis hazánkban közel 1 millióan.